Posta bezárás. Állítólag kihasználatlan a lakótelepi és a kamaraerdei postafiók, ezért megszüntetik. Civilben autómentő. Az embereken szeretne segíteni Gáspár Béla fideszes önkormányzati képviselő. 500 éve történt a Dózsa-féle parasztháború. Grósz András és Cucor Gergely történész a sokszor átpolitizált történelmi eseményről. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Jó estét kívánok! Bezárná a posta a Szivárvány utcai és a kamaraerdei kirendeltségét, azaz két kis postát. Az állami tulajdonú vállalat arra hivatkozik, hogy ráfizetés fenntartania ezeket, hiszen több a kiadása, mint a forgalomból származó bevétele. A lakótelepiek el tudják intézni az ügyeiket a közeli nagyáruház postáján is, Kamaraerdőn azonban nincs másik, gyalogosan is megközelíthető posta a közelben. Tudod róla, hogy ezt a postát be akarják zárni? Nem. És mit szól hozzá, milyen sűrűn szokta használni? Hát ritkán, ritkán. Inkább az Auchan, Tesco, ezekhez szoktam menni. De ön nem zavarná? Hát, de igen. Csak most jelenleg nem itt a lakótelepen lakok, hanem a kertesházban, és inkább az közelebb van, mint ez. Nem tudtam, pedig ez olyan jó kis posta. Milyen sűrűn szokta ezt használni? Hát egy hónapban kétszer, legalább háromszor. Itt adom föl folyton a csekkeket. És mit szól ez az elképzeléshez? Hát nem örülök neki, de hát most már mindent bezárnak, nem csodálkozom. Nagyon sajnálnám nekünk, a lakótelepieknek ez egy nagyon fontos intézmény. Hát arra hivatkozott a posta, hogy ezt nagyon kevesen használják, nem kihasznált, és mindenki bevásárló központba, illetve máshová megy a postai küldeménye. Hát esetleg aki vásárol, de mi nyugdíjasok, mi általában itt ide szoktunk jönni. Tehát önök ragaszkodnak hozzá? Igen, igen. Úgy tűnik, hogy a lakótelepen élők többségének egyelőre fogalma sincs arról, hogy a Szivárvány utcai kis postát gazdasági okokból a posta vezetése fel szeretné számolni, pedig a nyilatkozók többsége szereti és szívesen használja az intézményt. Bár engedélyt nem kaptunk rá, hogy a belső térben is forgathassunk, az azért látszott, hogy az intézményt viszonylag sokan használják. Mi is nagyon szomorúan hallottuk a hírt, ugye azért kezdeményeztünk a posta munkatársaival egyeztetést, mert szerettünk volna a Kamaraerdőn egy kicsit pozitívabb nyitvatartást és a meglévő szerződés meghosszabbítását, és hát ennek kapcsán mondták el azt, hogy a posta azt tervezi, mert hogy anyagilag a költségeik jóval magasabbak, mint amilyen a forgalomból eredő bevételükből származik, hogy megszüntetnék a kamaraerdei, illetve a lakótelepi kirendeltséget is, hát ami nagyon rosszul érint bennünket, nyilván az önkormányzatot is, de hát természetesen alapvetően az önkormányzat azoknak az érdekeit képviseli, akik érintettek egy ilyen ügyben, és hát próbáljuk azt megvizsgálni, hogy mit tudunk egy ilyen ügyben tenni, de hát ugye azt tudni kell, hogy a posta egy állami vállalat, és az önkormányzat ugye legfeljebb tud kérdéseket megfogalmazni, és hogy ezt milyen szinten fogják akceptálni, ezt még én nem látom át, természetesen nem adjuk fel, mert én azt gondolom, hogy ez egy rendkívüli kényelmetlen helyzetet eredményezne. Nem csak a lakótelepen kívánja a kirendeltségét felszámolni a posta, hanem Kamaraerdőn is. Itt egyébként nincs másik postahivatal a közelben, így talán még nagyobb érvágás lehet a bezárása az ott élőknek, mint a lakótelepieknek a saját hivataluk megszűnte, hiszen ott legalább a közelben két posta is elérhető, néhány busz megállóval arrébb. Meg vagyok döbbenve. Nem szeretném, ha bezárnák, az biztos. Tudnak egyébként máshol levelet vagy küldeményt feladni itt Kamaraerdőn? Hát miután fogalmam sincs, hogy hol. Hát a főposta volt valahol ott a régi iskola előtt, de hogy most az működik, vagy nem, azt nem tudom, de én csak ide járok 15 éve. Tehát nem örülnének neki? Nem, egyáltalán nem. Sőt, hát én szerintem ki is van használva. Én még soha nem voltam úgy itt, hogy ne lett volna valaki. Sziasztok!
számodra már nem újdonság a hír, hogy be akarja a posta zárni ezt az intézményt. Mit lehet tenni az érdekében, vagy kell-e valamit tenni az érdekében, hogy esetleg megmaradjon? Hát én eddig csak szóbeszédből hallottam, aztán tegnap a polgármester úr is megerősítette ezt a híresztelést. Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy egy ilyen távoli város része, mint a Kamaraerdő, azért egy elemi szolgáltatásnak számít az, hogy legyen egy postafiókja is, és hogyha csomag érkezik, vagy levél, akkor ne kelljen érte a másik végére átballagni a városnak. Mind a két helyen, bár hozzáteszem, hogy a Kamaraerdő, bár ott is nyilván élnek olyan idős emberek, akik számára ez nagyon rossz következményekkel járna. A jelzés az, hogy nagyon kicsi a forgalom, nagyon kevesen veszik így igénybe, és hogy a forgalom nagy részét a Tesco-ban lévő postahivatal viszi el, és olyan későn jönnek haza egyébként azok, akik ott élnek, autóval járnak alapvetően, hogy nem feltétlenül ott intézik az ügyeiket, hanem a munkahelyükhöz közel, vagy éppen egy ilyen jellegű áruházban. Nyilván meg kell néznünk a számokat, végig kell gondolni, hogy mit lehet tenni, de sajnos itt ahogy jeleztem már, a mi eszközeink viszonylag korlátozottak. Egyelőre még csak az ebédszünet idején zár be napközben a Kamaraerdei Posta, de hogyha a posta vezetése nem gondolja át az elképzeléseit, akkor hamarosan lakat kerül a kapura, és a kamaraerdeieknek az ügyeiket vagy Budaörsön, vagy a 11. kerületben kell majd elintézni. Gáspár Béla, a ma esti vendég. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön a képviselőtestület Fidesz-KDNP frakciójának a tagja, de egyedüli fideszes képviselő. Mert hogy ugye három Fidesz-KDNP-s képviselő nyert mandátumot kompenzációs listáról, mivel hogy ugye egy egyéni körzetet sem sikerült most megnyerniük, de mind a hárman lemondtak, és aztán a pártszövetség úgy döntött, hogy két KDNP-st és egy fideszest delegál a testületbe. Ön lett az egy fideszes. Miért változott az arány? Tehát a korábbi arány szerint két fideszes és egy KDNP-s ült volna a testületben, most ez megváltozott. Miért? Tisztelettel köszöntöm én is a Budaörsi Televízió nézőközönségét. A kérdésére válaszolva, hát valószínűleg azért, mert egyedül maradtam a régi fideszesek közül, és a két képviselőtársam kettős tag, tehát kereszténydemokrata és Fidesz tag. Én régi fideszesként csak Fidesz tag vagyok, ez véletlen nem volt emögött szándékosság, tudatosság, úgy érzem, hogy ez a magyarázat arra. Meg hát, ha belegondolunk, én kiteszek kettőt is koromnak való tekintettel. Azt mondja, hogy régi fideszes tag, de önkormányzati képviselőként most először lett képviselő. Igen, ezért juthattam. És ha minden igaz, akkor az önök feladata az, hogy egy kicsikét megújítsák a pártszövetséget. Ugye ezért is mondott le az a három képviselő, aki korábban is tagja volt a testületnek, most pedig olyan képviselők kerültek be, akik eddig még nem voltak képviselők. Mit jelent ez a megújítás? Teljes mértékben igaz, amit szerkesztő úr mondott. A megújulás azt jelenti, ugye lehetőségünk elég kicsi a szám arányoknak figyelembevételével. Olyan dolgokat kellene elérnünk, bevezetnünk, ami a lakosságnak a javára válna, amit esetleg nem tud megvétózni, meggátolni a másik oldal. De nem is feltételezem egyébként, pontosan, hogy ilyen szándékuk volna, mert mi jó szándékkal fogunk közeledni, és olyan ötleteink, elképzeléseink vannak, amit észszerűen nem szabad támadni. Igen, csak hogy ugye az elmúlt 4 évben a Fidesznek minősített többsége volt a testületben, legalábbis az elején, amikor 8 képviselőjük volt, aztán amikor egy képviselő kilépett, akkor 7 képviselője maradt a Fidesz-KDNP frakciónak, egyszerű szótöbbségük volt, de akkor is azért sokszor az volt, amit a Fidesz-KDNP frakció akart. Most bármit is akarnak, gyakorlatilag mindegy, hogy milyen gombot nyomnak, mert hogy a BFL-nek van minősített többsége. Ez így igaz. De ha mi olyan ötletekkel állunk elő, konkrétan mondok is egyet, a hivatalokba, bocsánat, az előző mondatomat nem fejeztem be, olyan ötletekkel állunk elő, ami egyértelműen butaság meggátolni, akkor bízunk benne, hogy a másik oldal is igen fog, illetve az előterjesztésekbe azokat programokat behozzuk, amiket mi elképzelünk, akkor lehet, hogy aktívan tudjuk a város munkáját elősegíteni. Ilyen például az a
gondolatunk, hogy a nyugdíjasokat megkeressük. Több nyugdíjas klub van, és itt színre, oldalra való tekintet nélkül meg akarjuk őket keresni. A városban sokszor vannak olyan lehetőségek, voltak és bízunk benne, lesznek is, amik a nyugdíjasoknak a érdekét szolgálják, de nem biztos, hogy a nyugdíjasokhoz eljutott maga a hír, hogy ilyen segélyt vagy olyan lehetőséget kihasználhatnak. Az az elgondolásunk, hogy ezeket az információkat, amit mi hivatalból megszerzünk, megtudunk, ezeket a nyugdíjas klubon keresztül eljuttatjuk a ott jelenlevő nyugdíjashoz, és ők már maguk között tudják szórni, minden esetre sokkal hatásosabbnak érzem ezt, mint ha kitűzünk a falra egy papírt, egy A4-es papíron, és kiírjuk, hogy ilyen és ilyen lehetőségek vannak. A Fidesz-KDNP-n belül akár a két párton vagy a pártszövetségben beszélgettek arról, hogy vajon mi lehet a nagy bukás oka. Ugye az elmúlt időszakban, hogy mondtam, 8 képviselőjük volt, aztán lett 7 egy kilépés miatt. Most viszont egyetlen egy körzetet sem nyertek meg, és listáról jutott be 3 képviselőjük. Szóval mit csináltak rosszul az elmúlt 4 évben, hogy idáig jutottunk? És mondok mindjárt 2 dolgot, aztán vitatkozzon velem, ha nem tetszik. Az egyik, hogy miközben többségben van a Fidesz-KDNP, a járási székhelyt elbukja Budaörs. Majd Németh Szilárd, fideszes országgyűlési képviselő és biztos megbünteti Budaörsöt, hogy a BTG nem megfelelően tüntette fel a számlát, és 100 millió forintra bünteti, miközben ez egy kis település távhőszolgáltatója, és mondjuk az egész Észak-Magyarországot ellátó áramszolgáltatót meg 2 millió forintra bünteti. Tehát kilóg a lóláb, mintha a Fidesz büntetni akarná Budaörsöt, és erre mondták azt a budaörsiek, hogy na köszönjük szépen, de ebből nem kérünk. Én nem érzem, hogy a Fidesz büntetni akarna bárkit is, mint elkötelezett Fidesz tag, nem is mondhatnék ilyet, de ha meg így érezném, akkor hallgatnék, így viszont igyekszem a meggyőződésemet kifejezésre juttatni. Nem büntetik. Nem tudom az okát egyébként a BTG büntetésének. Tudomásom szerint még nincs lezárva, kúria előtt van a dolog. Jogerősen lezárult, és a BTG megfelelően tüntette fel, tehát nem kell büntetést fizetni. Tehát ez jogerősen lezárult, ezen már túl vagyunk. Csak az elmúlt 4 évben ez egy történés volt, amit nyilván a Fidesz nevéhez kötöttek a választók. Ha ez a bukásunk oka, akkor sem tudok ezzel mit kezdeni. Én érzésem szerint nem ez volt az elsődleges. Én inkább úgy vagyok ezzel, hogy ahogy érzem, a ellenfelet nem kell szeretni, de tisztelni kell valamelyest, mint ahogy a rókát is tiszteli a tyúk, de nem szereti. Na, ennek jegyében meg kell azt mondanom, hogy okosan csinálták, összefogtak. Összefogtak, szemben, hála Istennek, az ország többi részén széthúznak, nagyon jó, itt nagyon ügyesen összefogtak. Én ugyan nem biztos, hogy ha azon az oldalon lennék, örülnék egy ilyen összefogásnak, mert én azon vagyok, hogy mindenki a saját gondolata mellett, szándékosan mondtam, hogy gondolatot, nem elvet mondtam, mert ottan nagyon könnyen társulnak, és abból egy mindig csak a baj származott, tehát saját gondolata mellett tartson ki, kvázi légy hű magadhoz. Ezért szerencsés, hogy én nekem nem kellett ilyenbe belemenni, de sikeres volt ez az összefogás. Mellesleg azért az élet más területén, ha ilyen civil gondolkodásban, akár egy sportban, vagy akár miben gondolkozunk, az összefogás egy jó dolog. Hát most itt is eredményre vezetett. Aztán szurkolunk, hogy ez az eredmény jó gyümölcsöket teremjen, és a város tényleg fejlődjön. De akkor ez azt jelenti, hogy önök hajlandóak a BFL-ről összefogni? Tehát, hogyha vannak közös pontok, akkor azt nyilván támogatják? Normális. Tehát nem mondják azt, hogy a megújulás az azt jelenti, hogy tök mást kell mondanunk, mint a BFL, mert akkor tudunk kitűnni? Ilyenről szó sincs. Ilyenről szó nincs. Az előbb kérdezett valami ilyesmit, hogy megbeszéltünk-e egymás között dolgokat.
tulajdonképpen nem volt különösebb megbeszélésre lehetőségünk, illetve ezekkel az ötletekkel, amiből egyet mondtam, a nyugdíjas klubok megkeresése, ez természetesen megbeszélés folytán történt, de olyan, hogy mi szövetkezünk, vagy megbeszéltünk volna olyat, hogy most betartsunk, föl sem merült. Eszünk ágában sincs betartani az egyesületnek. De akkor, ha kompromisszumra törekszenek, akkor ez egy jó politika lesz? Tehát úgy látják, hogy ezzel sikerül majd 5 év múlva választást nyerni? Nem megalkudni fogunk, kompromisszumot kötni. Lényegesen nagy különbség. Azért mind a hárman, úgy érzem, mind a hárman, elég a két fiatalabb képviselőtársam fiatalságából fakadóan, én meg a koromból fakadóan azért igyekszünk kemények lenni, egyenesek lenni, és a kompromisszum megkötést ott már bizony meg kell egymás között beszélnünk, hogy ki hogy látja, de ha egyértelműen szükség van a város fejlődésének a kompromisszumra, akkor igen, meg fogjuk kötni. Ön két bizottságnak lett a tagja, a Településfejlesztés és Vagyongazdálkodás, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak képviselő, de mégsem hagyja ott a munkáját. Magyarul nem főállású képviselő lett, nem ebből fog élni, ez csak egy kiegészítés. Ez azt jelenti, hogy a képviselőség után is van élet, tehát akkor ön nem arra készül, hogy most már a nyugdíj képviselő lesz? Hát én már régen nyugdíjas vagyok. Én és még dolgozik is. Dolgozom. Most is másodállásba tenném én a főállású munkámat, de egyszerűen ebbe a borzalmas munkanélküliségbe, ami Magyarországon jellemző, most hallom a televízióban, ebbe nyilván kiérződött belőlem az irónia, nem találok magamnak utódot. Munkaügyi hivatalba bemegyek, felajánlom, hogy milyen lehetőség van, egyszerűen csak 3 betűt, A, B, az A nem is érdekes, B, C, E, ezt kellene a hivatalnak megjegyezni, nem tudják megjegyezni, kiküldenek hozzám embereket, akinek nincs olyan jogosítványa, konkrétan az E kategória. Akkor mi történik? Hát sajnos vissza kell utasítanom, mert az egy alapkövetelmény. Aztán jön a másik telefon, hogy hát tulajdonképpen ő nem dolgozni akar, csak írjam alá a papírt. Hát akkor én kicsit megkérdezem, hogy miért nem akar dolgozni, hogy azzal én ne törődjek. Megmondja, hogy hol van, hogy én menjek oda, hogy aláírhassam az ő papírját. Akkor már én is egy kicsit, hogy is mondjam, érezni lehetett a hangomon, hogy valahogy nem örülök ennek a megkeresésnek. Majd amikor mondtam, hogy ez szomorú, hogy így áll a dologhoz, nyilván más szavakkal, de soha nem gorombá. Akkor engem olyan meleg éghajlatra küldött el ez az ember, akinek én a csalásban nem akarok segítkezni. Tehát ez is benne van ám abba a óriási munkanélküliségbe, amit Magyarországon van és létezik. Na, de visszatérve az alapdologra, hogy én azt kiegészítő tevékenységnek akarom majd, tehát most, amikor tisztázódik ez a dolog, amikor bele tudok már rázódni ebbe a munkába, nekem ez egy teljesen új dolog. Teljesen új, de érdekesnek tartom. Akkor majd szépen vissza fogom csökkenteni, illetve reménykedem, hogy egyszer találok egy olyan embert, akire rábízhatom a vállalkozásomat, és tudja továbbvinni. Aki nem fogja lerombolni, akit nem a pénzéség vezérel, hanem a normális kiszolgálás, akkor ugyanúgy meg fogja találni az örömét abba a munkába, amit én végeztem, és kívánom, hogy sikeresen folytassa, én meg úgy besegítek. Hát sok sikert kívánok a vállalkozásához is, és főleg ahhoz, hogy önkormányzati képviselőként teljesítesse azt, amire vállalkozott. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Évvel ezelőtt, 1514-ben tört ki a Dózsa-féle parasztháború, amikor a törökök ellen összehívott paraszti sereg a háború beszüntetése és a korábbi kizsákmányolás miatt a saját nemessége ellen fordult. A felkelés vezére Dózsa György volt.
Bár történelmi szempontból az esemény kevésbé meghatározó, a különböző politikai rendszerek a saját ideológiájuknak alárendelve, hol hősi tettként, hol árulásként állították be a Dózsa-féle megmozdulást. Két budaörsi történész, Grósz András és Cucor Gergely a parasztháborút a történelmi tényekre támaszkodva objektíven szerette volna bemutatni. Az előadásukat hétfőn felvételről közvetítettük, de most vissza is idézünk belőle egy keveset. Ő úgy kerül ebbe az egész történetbe, mint Pilátus a krédóba, ugyanis neki van egy dicső hőstette, 1514. február 28-án a katonák unatkoznak, megjelenik az első tavaszi napfény, és a szomszéd török várból egy bajvívó párbajra hívja ki a magyarok közül bármelyiket. Ezt Alinak hívják, ezt az ottani katonatisztet, aki a szomszéd, tehát Nándorfehérvárral szemben levő török végvárnak az egyik tisztje, és egyébként nagyon híres bajvívő, évek óta nem talált legyőzőre, és Dózsa vállalja a kihívást. Hát ez úgy néz ki, mint a napjaink, nem tudom én, X-faktora, vagy most bocsánat, itt nem akarok reklámozni, de hogy oda gyűlik a nép, és több ezeren vannak jelen egy ilyen eseményen, különféle színekbe öltöznek, megy a Laci konyha, közben sütnek, főznek, és akkor majd a legfontosabb esemény az lesz, amikor a két bajvívó egymásnak ereszkedik. És hát egy ilyen bajvívásban a Székely György levágja ennek az Alinnak a karját, és ezzel a dicsőséget szerez nem csak magának, hanem a nándorfehérvári őrseregnek és Magyarországnak. És hát egy eléggé exhibicionista fiúról van szó, vagy férfiúról van szó, aki oda megy a nándorfehérvári várkapitány, és mondja, hogy mi jár nekem ezért. Mondja, hogy ő nem tud neki semmit adni, menjen föl Budára, kérdezze meg a királyt, hogy mi jár ezért a dicső tettért. Most amíg ő felutazik Budára, addig az országban elterjedt, hogy van egy ilyen bajvívónk, azért örültek, hogy végre van, aki a törököt Móresre tudja tanítani. És aranysarkantyút kap, nemesi címet adományoz neki Ulászló, nem túl nagy vagyonról van szó, de nemessé teszi. 1514-ben robbant ki a középkori Magyarország egyik legnagyobb paraszt felkelése, melynek éppen idén van az 500. évfordulója. A jelentőségét sokszor felnagyították, sokszor degradálták. Dózsa volt hős, mártír, és persze söpredékként is többször apostrofálták. Hogy ki is lehetett valójában, hogy hogyan is értékelhetjük mai szemmel, erről tartott előadást két budaörsi történész, Grósz András és Cucor Gergely a Szent Benedek gimnáziumban. A történelemkönyvekben minden gyermek találkozik vele, tehát tanítják a történelemtanárok, de az a baj, hogy a kérdést a különféle politikai korszakoknak a vérmérsékletétől meg beállítottságától függően átpolitizálták. Tehát itt olyan társadalmi világképet próbáltak erre rávetíteni, éppen attól függően, hogy ki volt hatalmon, Horthy korszak, meg a Kádár korszakot, hogyha egymásba vetjük, hogy gyakorlatilag erodálta magát a témát, és nehéz most már bemenni, a tényleges jelentőségét megtalálni. Tehát úgy képzelem ezt a témát, hogy egy sok rétegű hagymában meg kell találni a belsejét, és ezt a politikai maszlagot gyakorlatilag, ami körbeveszi, azt le kell tudni róla hántani. Az előadás egyébként pont ezt próbálja megvilágítani, hogy helyére tegyük ezt a kérdést. A történelmi jelentőség egyébként nem kifejezetten magas, tehát nem kell túl dimenzión ezt a történetet, de hogy jelentős esemény volt a 16. század Magyarországának az elején, és sok olyan toposz épült rá, ami aztán később azt mondták, hogy befolyással bírt a középkori Magyarország pusztulására, ezt mindenképpen érdemes helyre tenni és megvilágítani a valós történéseket. 1622-ben Illésházi Miklós nádor az, aki ugyancsak olyan munkát ír, úgy emlékezik vissza a Dózsa parasztháborújára, hogy mint amelyik hátát adta az ország stabilitásának létrejöttét, illetve Dózsa egy rendkívül negatív, rendkívül nagyravágyó, kabzsi személy volt, aki csak a saját dicsőségével törődött. Tehát ez a kép, ez végigvonul a teljes török hódoltsági időszakon, ez az úri része, a nemesi része volt az emlékezetnek. A másik része, amelyről a néptudománynak sincs olyan sok információ, hogy a népkörében hogyan élt Dózsának a tisztelete, vagy élte egyáltalán, csak két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt főleg Dózsa születésének helyén, tehát Erdélyben, és Dózsa kivégzésének helyszínének a környékén születtek legendás, vagy ilyen legendás hiedelmek. Például egy dolog, hogy mikor Dózsát kivégezték, akkor
a nagy fűzben, és ugye olyan fát raktak valamelyik, hogy nedvesebb volt, tehát sokkal lassabban égett, és akkor a fűzben megjelent Szűz Máriának a képe például, és akkor az ott lévő obszervánszerzések is leborultak, és egyfajta vallási ihletettségű kivégzés lett ennek a halálnak a vége. Ez egy kultusz erősítő jelenség volt, másrészt volt egy olyan elképzelés is, hogy Dózsának a fejét azt elásták ott Szeged környékén, és ugye ma is ott található, és ezzel kapcsolatban születtek különböző művek és munkák. Jó például ez erre én most kicsit előre is haladok, Juhász Gyula, ugye Szegedhez kötődő költőnknek a Dózsa feje című költeménye, amely 1919-ben született. Grósz András elsősorban Dózsa történelmi megítélését vette górcső alá, elemezve azt, hogy mikor és hogyan jelent meg a személye az egyes történelmi korszakokban, és persze a művészetben. Dózsa hatása az kimutatott minden korszakban. Már a török hódoltság korától, felvilágosodás, reformkor, osztrák megy a monarchia, forradalmak, illetve a horti rendszerek, illetve a Kádár rendszerig bezárólag, mindenkor megvolt a maga hatása és a maga akár szellemi hatása, akár társadalmi gazdasági érdem való szimbolikus használata. Budaörsön nem kevés, azt mondom, Dózsa Györgynek a neve, az kevésbé volt hívószó, illetve akkor vált inkább hívószóba, amikor a nyeletek kitelepítése után az országban és az állami kultusz szintjére emelkedett Dózsának a tisztelete, és akkor rengeteg intézmény, rengeteg szervezet kapta nevét Dózsa Györgyről. Például Budaörsön volt egy Dózsa György úttörő csapat is, de nálunk is Budaörsön is utcát neveztek el Dózsa Györgyről, ami korábban Levente utca volt. Ez ma is Dózsa Györgynek a nevét viseli. Tehát inkább csak ilyen hatásról beszélhetünk, az ő személyisége, hogy az ő tevékenység inkább az alföldi régióra, illetve az erdélyi régióra koncentrálódott. És valószínűleg azért nem teszik. A célja ezeknek az előadásoknak, hogy olyan vágyat, elképzelést, a történelemnek a szeretetét próbáljuk meg visszahozni az emberekbe, és majd látni fogjuk egyébként, tehát a résztvevőknek a többsége érdeklődő, tehát valószínűleg olyan ember, aki kezébe vesz olyan folyóiratot, vagy megnéz olyan műsorokat, ami a tévében a történelemnek valamely ágával, vagy történeti fogalommal, eseménnyel foglalkozik, és azt szeretnénk, mert hogy ilyen jellegű megkeresések voltak itt az elmúlt években, hogy amit azelőtt a 2000-es évek elején mi ketten kitaláltunk, hogy volt egy sorozat, amely az ilyen érdeklődés mutató emberek számára itt a városban közkedvelt volt, ez újra visszatérjen, újra legyenek ilyen előadások. A terveink szerint negyedévente, fél évente lennének hasonló jellegű és fajsúlyú témát felülelő előadásaink. A Dózsáról szóló előadás egy hosszabb történelmi szimpózium első darabja volt. Legközelebb február-március fordulóján a trianoni nemzetiségi politikával foglalkoznak majd az előadók. Péntek van, így már is kezdődik az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó, melyben Bétót László vendége ma Hegyháti József, a legendás E-klub alapító főrendezője lesz. De még előtte megmutatjuk, hogy milyen gazdag programkínálat van a hétvégén Budaörsön. Manók és krampuszok szórakoztatják a kicsiket a Mikulás érkezéséig szombaton 10 és 13 óra között a Régészeti Múzeumban. Ajándékokat is készíthetnek a Közösségi Ház kézműves foglalkozásán szombaton 10-től 14 óráig. Újra megrendezi gyerekeknek szóló Bolha piacát a Jókai Mor Művelődési Központ szintén szombaton 11 és 14 óra között. A részvételhez előzetes asztalfoglalás szükséges, melyet a képernyőn látható elérhetőségen tudnak megtenni. A Kis zsiráf és a Kis leopárd című bábműsorral kedveskedik a legkisebbeknek a Városi Könyvtár szombaton 14.30-tól. És Mikulás rendezvényén szeretettel látja a gyermekeket az ifjúsági klub is, ugyancsak szombaton 18 órától. A Budaörsi Advent programsorozat részeként szombaton 17 órakor kezdődik az adventi szentmise a római katolikus templomban. 18 órakor meggyújtják a második gyertyát a templomtéri adventi koszorún. 19 órakor Fassang László orgona koncertje nyújt kikapcsolódást, majd este 8-kor Sárik Péter és Berki Tamás ad koncertet a Szertár kávézóban. Aztán vasárnap 8 és 13 óra között Mikulás napi kiállítás és vásár tölti meg a Mindszenti iskolát, 16 órára pedig Szent Miklós püspök érkezésére várják a családokat a római katolikus templomba. Diótörő előadását játssza a Habakuk Bábszínház vasárnap 11 órától a Művelődési Központban. A Csokoládé országot kereső elvarázsolt herceg és az ő bombon hercegnőjének történetét aktív közreműködéssel élheti át a gyermekközönség.
A műsor a fogyatékkal élő gyerekeknek és családjuknak ingyenes. És a novemberi őszi szinkavalkád fotópályázat nyerteseinek kiállítására is benézhetnek hétfőn este 6:30-ra a Jókaiba. Telefonszámunk 424-750, e-mail címünk szerkesztőség@bvtv.hu, persze ékezetek nélkül. Ezeket látják kiírva is itt a képernyőn. Keressenek minket, ha elmondanák véleményüket, hozzászólnának riportjainkhoz, beszélgetéseinkhez. Honlapunkon a bvtv.hu oldalon az archívumban megtalálják főműsoridős adásainkat, de a hétvégi ismétlésekben is megnézhetik, amiről lemaradtak a héten. Szombaton és vasárnap is reggel 8-kor a hétfői adás ismétlésével kezdünk, aztán egymás után láthatják a keddi, a szerdai, a csütörtöki és a pénteki műsort. Én köszönöm a figyelmüket mára, találkozunk hétfőn a Városi Magazinban. Viszontlátásra!